Sziasztok! Üdvözlök szépen mindenkit! Itt is vagyok egy új vlog videóval, ami nem más lesz, mint egy room tour. Ugye, én nagyon szeretem nézni bizonyos YouTube-osoknak ezt a room tourozást, és úgy döntöttem, hogy most idén én is megcsinálom. Hát ugye igazság szerint már 4 éve foglalkozok YouTube-ozással, meg ugye már belemerültem a Twitch-ezésbe is 1 éve. És ugye ahogy tudok, úgy csinálok tartalmakat, meg live-okat. És hát úgy voltam vele, hogy akkor most idén én is csinálok egy room tourt. Hát ugyebár nálam nem olyan nagy ördöngőség, mert nagyon kis szobám van, nem túl sok mindennel. Elnézést, hogyha mozog nagyon a kamera, hát én tartom a jobb kezemmel, mert ugye nincsen segítségem. És az a helyzet, hogy bár itt vagyunk az ajtómnál, ez a tábla én készítettem családomnak, mikor éppen felvételzek, akkor meg van fordítva, hogy nem lehet zavarni. De menjünk is be, mert ugye nem azzal foglalkozunk. Nyilván egy nagyon picike szobácska. Nyilván egyből itt van a számítógép is. Na most is már beraktam előre a szerkesztőt, hogy amint készen lesz a videó, majd rögtön csinálni tudjam. Itt van a közelben illatosító, hogyha kell, zsebkendő. Most is már ide van készítve egy üvegítóka a mai napra. Itt van a fülhallgatóm is. Ott van a mikrofonom, amit szoktam használni. A kamerámnak is van mikrofonja, de inkább az asztalit jobban szeretem. Ott van a tabletem is, amivel ugyebár szoktam nézegetni live közben is a üzeneteket. Hát így a falon ajándékok vannak, meg poszterek, amiket én magamnak vettem. Igazság szerint azzal van szinte tele az egész szoba poszterekkel, nem reklám témából, igazság szerint. Ide fent van a számítógép dobozai, ebbe voltak az új gépházamnak az alkatrészei, ami van a leírásokban is, meg ez a gépháznak a doboza. Hát ugye a gépház, ugye, hogy mivel gamer gépház, ugyebár hát DVD lejátszót nem lehet beleépíteni, úgyhogy én külön tárolom benne, itt kívül. Ott van mellette az előző is, ami hát elromlott, de bánat tudja, hogy miért. Mellette, meg hát igazság szerint itt van a üvegecském, amiből szoktam írni live-olásban. Hát itt ezen a szekrényen látható a nyomtatóm, ami ugyebár nem működik nyár óta, a Windows frissítésnek hála. Körülötte DVD tokok, filmek, sorozatok, a játékaim, amiket csináltam, felvételeket, meg animék, ahogy itt az én kis vitrinemben is. Nekem ugye ennyi a ilyen trófea gyűjteményem, amiket ugye mostanában moziból szerezgettem, meg anime cuccok, amiket vásárolgattam. Ugye a legtöbb mind jó olcsón be tudtam szerezni. 2 dolog volt, amit rendes áron szereztem be, azaz a Gundam,
meg a Shinon figura volt. Közelebb hozom, hogy megnézhessétek, bár sötétke van, úgyhogy pillanat. Így sorakozik nekem a sok trófeácskám. Ott vannak a Star Wars dolgaim is. Van itt egy Enterprise is, amit igazság szerint azért az NX kategóriát választottam, mert nekem az nagyon tetszett ez a hajó. A többi is jó, de ez valahogy még jobban. Előtte meg a Normandia, a Mass Effectből látható. A többit gondolom, hogy fel lehet ismergetni, hogy mik lehetnek. Van itt ugye sok minden gyűjtve. Itt van a mazis cuccok. Itt van egy köteg, néhány PC-s újság, gamer újság, de a nagy része inkább már csak mondós újságból áll. Meg ugye a jövő zenéje. Itt a szekrény előtt van a elektronikus dobom, amit már ugye használgattam, de még beletelik egy kis időben, még hozzá tudok szokni a használatához. Hát alatt a sütőeszköz van, meg grafikusi könyvek igazság szerint, mert még azzal még mindig foglalkozok. Leginkább ilyen manga rajzolás terén próbálkozok, de még magamtól nem megy, ezért van szükségem könyvekre. Ugyebár itt a szoba másik fele, itt szoktam magam melegíteni, télen. Nyáron meg ha meleg van, akkor csak alapba kapcsolom, akkor hűvös lesz legalább a szobába. Hát ugye itt van az én kis asztalkám, az alap dolgokkal, az ágyam. Itt van a zöld hátterem. Ez az, amit én rendeltem, mikor elkezdtem tavaly a live-olást. Hát ugye csak így magába rendeltem az eszközt, mert hivatásosan nem fér ugye ide egy állvány, így én egy kábelt feszítettem ki a szobába, és erre szoktam felakasztani, meg lecsipeszelni. Ami most felettem ég lámpa, az folyton ég, meg itt a szekrényen lévő lámpa is. Itt a falra én vettem egy ilyen hőfalat, vagy hogy kell nevezni? Amit a radiátorok megészítettek. Én ide vettem ezt, ezen szoktam megtükrözni magam a lámpákkal, hogy látható legyen az arcom. Bocsánat. Van még egy zöld hátterem, mert egyszerre kettőt rakok ki, hogy teljesen mindenhol mögöttem zöld legyen. Ezt nem vettem, hanem édesanyámnak egy munkatársa akarta kidobni, de én meg rábeszéltem, hogy adja nekem, ha már neki nem kell. Mivel tovább haladva, ugye megint csak poszterek. Itt van az én székem is,
amit rendeltem. Most nyár elején, vagy mikor? Akartam nektek csinálni egy összeszerelős live-ot, de képzeljétek el, hogy pont akkor halt be a SD kártya, és nem lehetett semmit vele kezdeni. És hát nem adott ki semmilyen hangot, ugye? Hát szemközt vannak ugye a ruhásszekrényei, meg irodai dolgokkal is tele van, meg konyhai dolgok, mert sok konyhai cuccom van, amivel kell a sütéshez, főzéshez. Vannak eszközök a szekrény tetején, azok kellékek. Jövőre fogtok belőle látni borítóképeket. Vannak ott egyéb dolgaim, és leginkább még sulis dolgok is vannak ott. Vannak ott szótárjaim, szakácskönyveim, szóval sok minden. Előtte a sok ital látható, ugyebár, amit felvételek közben iszogatok, amit mindig mondok, hogy szörp ásványvízzel. Ugyebár a szekrényeim is tele vannak poszterekkel, amit vagy nyomtatok, vagy ugyebár gyűjtök újságok által. Itt is vannak kellékek, ezekből még egyelőre nem tudom, hogy mikor lesz szükségem valamire. Ott van a monitoromnak a doboza. Ebben a dobozban is sok számítógépes kütyűnek a doboza van, de már nem meg se tudom mondani, hogy mik, mert ez még a régi gépből is vannak, nem csak az újhoz. Hát felette a karácsonyi dolgokat azt nézzétek el. És hát egyelőre nem tudom, hogy hogyan tervezem a továbbiakban majd a fejleszgetést a szobám terén, de remélem hamarosan tudok rajta valamennyit javítgatni. Jó lenne. Főleg live-alás szempontjából, ugye? Mert terveztem már idén is, hogy vettem volna egy egészen jó kormány joystickot, de sajnos nem sikerült megvenni, mert hogy a DVD-re játszó bedöglött, így muszáj voltam azt megvenni, így ez jövőre ugrott. De igazság szerint még így is lesz, hogy egyáltalán megveszem-e végül, mert a GTA sorozatomhoz szerettem volna leginkább azt a kormánykereket. A jövőben nem tudom, hogy lesz-e még olyan játék, amihez kellene kormánykerék, mert hát versenyezni én nem nagyon szeretek. Nem tudok benne lenni a első helyen sose. És hát majd úgy fognak alakulni tovább is majd a dolgok. Hát igazság szerint ennyi lett volna ez a szoba körülnézés. Mindenkinek kellemes és jólétben gazdag új évet kívánok, és sikerekben gazdag. Én meg reménykedek, hogy nálam is minden jól fog alakulni, főleg a műtét során, amit szerencsére már jövő nyárra lefixált nekem a orvos. Sajnos úgy akkor tájt nem lesznek szerintem beláthatóan videók, se live-ok.
Utána még szerintem bele fog telni egy-két hétbe vagy hónapba, mire újra neki kezdek, de remélem majd lesz valahogy. Addig is mindenkinek kellemes új évet kívánok. Sziasztok!